Hát itt most stream címnek nem is fogom csicsázni, csak simán Cycle. Aztán ez. Megvettem igen ma délután, úgyhogy igazából most itt stream előtt egy fél órával fél hét fele. Mondom, jó, gyorsan megnézem, föltelepítem aztán, hogyha nem jó, akkor megy a refund. De nézzük, hogy akkor milyen lehetem kell refundolni. Egy gyors settings, ugye abszolút nem jöttem még ide be, most intottam először a játékot. UI scale az oké, és az jó, audio. Tudjátok, hogyha egyébként hangos a zene, mert akkor ezt itt ugye átosztatni kell. Most látom, hogy igen, master volume az 20 belül. Én nem jó, akkor még alakítok rajta. Controls, hát ez meg valószínű ugye, hogy majd controller is lehet ezt játszani. Na akkor van egy olyan, hogy sandbox, peaceful mode without outside threats or drastic changes. Oké, nincs endgame challenge. Van pár hibája még, de jó játék. Kiderül, ugye van egy kampány, nyilván ezt fogjuk most elkezdeni. Van egy sanity, ami majd coming soon, és egy old ways, ezeket nem is tudom igazából, hogy mit fegnek le. Szenárió. Kettő szerintem. Igen, tehát egyértelmű, hogy a kampányt fogjuk csinálni. Na és van három terep, amiből lehet változtatni. Ez a mezős, tundrás, illetve a sztyeppés. A mountain még nem elérhető. A difficulty mindegyiknél normál. Ja, nem, itt még tudom én is magamnak. Változtatni. Na, szóval nézzük a térképet. Azt mondja, Mido kicsit kevesebb az építhető terület, viszont gazdag az agrikulturális és a vízi nyersanyag, és sok az erdő. Itt a tundrán kevés a mezőgazdaság, nagyon kevés az erdő, és itt még ráadásul az időjárás is eléggé kedvező. Sztyeppék, kevés a víz, enyhe esők vannak, viszont nagyon sok az ásványi ért. Azok melyikre szavaztok? Három közül. Ez ő, tundra vagy sztyeppe. Akkor megnézem itt a nehézséget. Ebből normálon kéne menni, ugye nem tudjuk, hogy milyen játék. Ha nagyon könnyű, akkor ezt el lehet kezdeni a hardon is. Experten, de lehet, hogy kurva nehéz, és akkor meg a easy is nagyon nehéz lesz. De menjünk a jó a mező, legyen a mező? Jó, az első. A mező. Túl könnyű lenne neki? Nem tudom, igazából nem tudom, hogy ez milyen nehézségű. Ha Frostpunk-i magasságokban van, akkor nem éljük meg a 1000 napot sem. Na, azt mondja, hogy elsőre jónak néz ki. Welcome to new cycle, choose a location. Elértük ezt az ismeretlen területet egy hosszú út után. Eléggé izoláltnak és biztonságosnak tűnik. Reméljük, hogy elég nyersnek lesz itt az új kezdethez. Válasszuk ki a kedvezőbb helyet, ahova letelepedhetünk. Jó, de mit kell? Aha, itt van a main hall, ezt kell letennünk. Abba lehet switchelni. Mit? Nézet, vagy irány, vagy valami. Tudom. Errel forgatni, ezzel cancelezni. Nézd, hogy itt highlightolja a kavicsot. Közel teszem hozzá, itt is. Ide kéne akkor tenni ezt a kereszteződést, mit gondoltok? Húha vagyok? Még az, hogy így élőbe megy, és itt, ha élőbe égek le, akkor az még gázabb. Na! Tábornak a neve, mi legyen a tábornak a neve? 35 populáció morállal, béga segge alatt, életerő is elég alacsony, attraktív pont meg még annál is kevesebb. Első ciklust már elértük, ezek az alapok, a
valamik. Itt van olyan, hogy kaja, a kő, gomba, gerenda, víz, meg a többi ezek épületek, gondolom. Ha ezt unlockoljuk, akkor fognak ezek jönni, fejlettebbek. Egyelőre ezeket még nem tudjuk. 8 ciklusig van jelenleg Access-ben akciópontok. 35 valamibe kerül. Nem, nincsen, ez a szerszám itt fönt. Ez meg... ezeket majd mellett közben kiderítjük, hogy mi nem megyünk ennyire őre. Van egy üzenetünk a társadalomtól. Mi vagyunk most már a irányítói meg a kis kommunának. Majdnem 50 évbe telt. Majdnem 50 év vagyunk a napkitöréstől. És igen, az összes eddigi technológiai tudást meg infrastruktúrát azt elvesztettük a katasztrófában. Előről kell kezdenünk mindent. Az előző, következő évek voltak az emberiség legsötétebb évei. Folyamatos elletetlenítéssel és egy azzal. Hát igazából csak egy ilyen üdvözlő üzenet. Igen, szerintem a tutorialt azt el szeretném kezdeni, vagy nem tudom, hogy mi tudom. Azt mondja, hogy elsőre gyűjtögetni kell fát, követ, field camp, és mindegyikből tat, resource, ment, igen, ezt már itt megcsináltok. Azt mondja, hogy switch between these two systems by pressing the tab key, grid system és free system, tehát akkor ezt változtatja. Grides meg free. Ez a grides, meg a free. Van kő, meg fa, meg minden egyszerre egymás mellett, úgyhogy ez itt egy fantasztikus hely. Meg egyelőre csak kő, de ez meg messze van. Akkor itt a legjobb. Hát maximum lefedjük, meg... Vannak az embereim egyébként. Tábor. Tábor. Lehet, hogy random tesznek le egyre még házakat, amíg itt nincs alakítva. Jön valaki. Valakik. Overview and report. Ki? 24 timberbe kerül, olyat még olyan tudok. Construction, file, subkitchen, simple. A sek, ezek lesznek az épp a házak. Ika, igen, kell. Világtérgép, de ott még egy időgyorsítás. Egyébként így elsőre totálisan Frostpunk beütés van mindentől, maga a design, a kinézet, szinte a UI is hasonló. Nem Frostpunk. Kérdés, hogy mennyire lesz vagy változik. Nem? Elég. Azt mondja, hogy assignolni embereket. A 6. 35 van ebből, 29 még bevethető. Később bohockodunk itt a létszámokkal. Én megvan a többi. Akkor nézzük, mik elérhetők még egyelőre. Default layer, water layer. Itt úgy látszik, hogy valami víz lesz majd. Tél. Egyőre mit jelenthetne? Fertility. Jó, az erdőnél lesz a gazdaság szinte biztos. A drilling, ez meg itt van, itt fehérlik valami, ez lehet, hogy valami olaj. Itt nem jön a fagy, hála Istennek. A mínusz fokokban való ugrándozás. Azt kéne itt, hogy lehet-e kijelölni neki
területet, hogy hol dolgozzon. De egyelőre látszik, hogy nem. Igen. Ebben a körön belül dolgozik, ezt nem lehet változtatni. Lehet move-olni az épületet, csak lerombolni. Jó, ezeket jó tudni. Akkor van itt olyan, hogy nyersanyag, ugye van már egy field camp, van egy gathering camp, ez kajákat gyűjt, ilyet se volna rossz. Na most. Lefog egy halat is, úgy lenne a legjobb. Tudom én, ide. Hozunk bele utat. Akkor production, itt van még itt egy kút. Rose clean water from underground sources. Itt van kettő. Jó, hát igazából mehet ide a... Közvetlen mellé nem tudom tenni valami. De. De is. És akkor productionnél van olyan, hogy lumber mill, olyat már ugye most is lehet. Ez fadeszkát, illetve papírt csinál. Utilities stockpile és other, ez még üres. Itt majd más jön? Jó van. Akkor ne lőd le még a point. Egyelőre. Dusty road. Ez is már ezért pénzbe kerül. Vagy a nyersanyagba. Mill és produce 30. Ez az út is már egy lumberbe és két kőbe kerül. Valami dekorációs elemet, amiben rakunk, ha lesz olyan. De az azt mondja, hogy ez nem ér, ne, nincs lett. Oké. Okay. Abban lehet gridbézest csinálni. Illetve shift-tel lehet dizájnolni. Szabad, ez ides. Nyilván most ugye nincs még elég fa lumber hozzá, úgyhogy akkor ezt meg... Ez ne sipálkoljon, hogy... Lett. mindegy, hogy melyik megy prióba, mind a kettő, illetve három fontos. Őt. Ja igen, hozzá kell adni ugye a... De úgy látszik, hogy ez megy magát. Collection building. Egyszer csak egy tucat képes egy időben csinálni. Reproduction itt van. Kalkuláció itt. Itt darab jön egy nap alatt. Itt van akkor a erő. Ezek meg a notifikáció. Kételen nagyon sok idő elment. Megépült ez is. Ide akkor hozzá kell adni a pet. És itt ugye embert kell. 10 készül per nap. Remélhetőleg ez két nap alatt csinálja meg, három nap alatt csinálja kell. Tetéshez. Én nem értem, hogy azt miért jelzi azt úgy, hogy nincs ott út mellett, mikor azt a lumber, mint azt ráépítettem az útra. Teljesen más ikon. Ezek itt nincsenek, azt értem, de ez... Minusz 30 workforce, mert... És... Most úgy tűnik, hogy a hang nagyon, ami a hangot volt a menüben, most annyira halka meg csönd. Ez 45 knowledge. A munkásoktól jön plusz 30 per nap. Kressz meg specialisták, ezek a további tírek. Kressz meg azok a specialista.
Igen. Ezeknek a, az igényük az víz 18 per nap. Ugye ennyit tudunk róluk. Csak 67 per nap készült át, tök jó. Igen, ez így most már akkor eltűnt. Akkor megvan a 100 workforce, tehát 14 készült alatt. Nek nem kell. Ez is akkor tudna egyébként dolgozni 100-100. Szerencsére. Ezt itt. Ha, utána majd foglalkozunk el. És úgy néz ki, hogy ez a két épület ugye összeért, és így, hogy az egyik utat kapott, akkor most már a másiknak is eltűnt az ikonja. Van. Így összeérnek az épületek. Ék összeér. Úgy látszik, hogy akkor ez is számít. Hogy vannak út mellett, ezt is. Connected to road network, ez meg még nem téma. Ja, hogy ez nem érvényes út, az ami itt van. Ez csak területi design elem, de ez nem érvényes út. Értem. Magamnak utakat is. Így most már akkor összeér, jól van. 96 per napra. We made it. Oh my god. Azt nem tudom, hogy ennek mekkora a kapacitása, hogy ez mikor fog kimerülni. Egyre nincs info, tehát lehet, hogy végtelen. Az erdő nyilván nem végtelen. Megjött a nyár. Every operation is harder to perform in a settlement without roads. Már most tön is van. Lumber mill and main hall. Ez van. Ez most akkor nem számít még? Van. Ezre dolgoztam. Lett. Építsünk egy kutat, és legyen meg 60 víz. Hát igen, akkor nem előre dolgoztam itt. Akkor most nem fogja számítani? Egy kútnak? Lesz. Most srácok, mindenkinek tipp, hogy a tutorial előtt ne építsetek semmit, mert ezt fogja mondani, hogy mikor mit kell építeni. Lehet, hogy ezt le kell bontsam. Tudom megépíteni, hogy ez itt betikkeljen. Hát legyen meg a 60, a 10. És... akkor az is kiderül, hogy mennyit kapok vissza. 3 fa és 16 kő. Igen, tehát nagyjából a felét kapom vissza. Amennyibe kerül. Igen, 5 és 22. A felét lehet visszakapni. Tanuló pénz meg volt. Na, jött egy group of travelers, de vajon hogy néznek ki, hol vannak? Itt van. Gondolom, ha megérkeztek, akkor majd lehet velük beszélni. Gathering Camp és Collect 40 Mushroom. Fantasztikus, megint ugye az a szituáció.
összegyűjtjük ezt, aztán leromboljuk. Akkor nem is kell nekem tutoriál, mert ezt tudom én magamtól is. Pedünk együk mind négyet. A kevesebb fa, de baj legyen. Mit akartok? Hogyha kicsit így vészszintkel valami probléma lenne, még az, hogy... Na, mit akartok? Of Travelers. Csatlakozni akarnak hozzánk. Rebuild tutorial, így van, igen. Tehát így kell visszaépíteni az épületeket ebben a játékban. Mindenki látja. Jó, gyertek, persze. Plusz 2 fő. Itt lehet, hogy akkor még nincs olyan rendszer, mint mondjuk a Banishben, hogy be kell úgy állítani, hogy ki mi legyen. Mindegyik munkás, aki éppen nincs elrakva helyekre, az akkor hordár vagy építész. Ez is érdekes, hogy itt kétféle mutató van, egyik a kisebbik körben, a másik a nagyobbik körben van. Na, ez meg már nincsen. Research basic construction, build a sub kitchen és csinálj 30 simple meal-t. Akkor kutatás, ugye az itt van. Erről van szó, ugye már van is ennyi lumber. Akkor menjen. Ezt meg akkor nem rakom be. Hogy ne kell a tutoriálnak. Olyan mennyi időbe telik? 24 óra. Egy nap. Tessük az... Tudunk. Raktárat, ahol 2000 fél a lumberből, igazából úgy látszik mindenből. 5000 gombából 3100. Nagy ennek a raktere. Van. Akkor jöhet egy sub kitchen. Nyilván akkor a gombából készített, akkor ahhoz kell közelebb tenni. De akkor induljunk el ebbe az irányba, vagy az úttal is. Okay. És akkor közben kezdjük itt el ezt is. Hagyjuk a tutoriálra az egészet? Hagyjuk, jó. Ne menjünk előre. Le kell bontani, aztán nyersanyag. Ezek mit csinálnak itt? Úgy mozognak, mint valami izék, poloskák. Egy koposó van a hátukon. Ehhez azt mondja, hogy háromféle verzió van, hát nekünk most csak gombánk és vízünk van egyelőre. Ebből jön mind a négy, ez 29 per nap. Ezeknek 7 per nap igényük van, tehát akkor ez még így tök jó. Jól van, sziaszt Mr. Kösz, hogy jöttél, gyere holnap is a talk show-ra mindenképpen. Aztán, hogyha tetszik ez a játék nektek, srácok, akkor lehet, hogy a holnapi Dyson helyett is ezt fogom nyomni. Mindenképpen gyertek vissza holnap is, ez a lényeg. Sziaszt Mr. Jó ét! Azt mondja, hogy a base production rate az 8, vagy a 2 óra alatt. Jelenleg pedig 2,4 van 2 óra alatt. Lehet, hogy akkor, hogy még föl lehet tolni. Későbbiekben. Okay. Ott. Explore Population Management. Az. Igen, azt mondja, hogy itt van a Population Management. Morális efficiency.
Három tier, ez a class, bocsánat. Teljes populáció. 37-ből 19-nek nincs még munkája. Vannak az igények, supply. És ő már lesz olyan igény, és egy security. Jó. Ez pedig a morál és a workforce. Igen, azt mondja, long working hours can cause low morale. És a hatékonyság az a morál alapján van kiszámolva. És ez több külső faktor is befolyásolja. Vagy majd menet közben rájövünk. Mondja, hogy a workforce egy. Ja, ezt magamra tudom állítani egyébként. Igen, tehát akkor így csökken a morál, de viszont csökken a termelékenység is, 0,75 az egyes egyhez képest. Így ez nagyon-nagyon-nagyon gyorsan dolgoznak, viszont nagyon morsosak is lesznek. De. Ezt lehet, hogy majd ha morált ugye szerzek másonnan, akkor ezt lehet föltolni. De egyőre maradjon akkor még így egyen az elején. Set ration distribution to regular. Set ration successfully 2 days. Distribution, oké. Okay. Regular, tehát akkor 30 kaja kell. Aha, itt már akkor egyből lehet morált állítani. Jó. És hogy akkor ezzel 30 kell nekik per nap, itt készül 29, hát ez tulajdonképpen egyel kevesebb, mint kéne. Ugye két napigra futtatjuk, akkor tényleg annyit már szedtem itt, hogy jó legyen. Hát akkor igazából a víz is fölmehet, hát akkor minimum médiumra. Az is plusz 6 morál. Naponta. Majd akkor ugye most két napig várnunk kell, amíg ez itt kell. Storage almost full, 82%. Stockpile-t már ugye lehet építeni. Ez 10 logba kerül. Mindenképpen tegyünk egyet le ide. Tovább. Akkor meg is épül egyből. Be is lesz itt villanypóznázva. Nem a felek építi. Vagyunk, közben a morál most már plusz 8 4-re. Azt mondja, hogy place to track everything about your settlement and your people, view the overview panel. Examine the factors affecting the public health and take decisive action. Oké. Okay. Overview. A raktár, a jelenleg elérhető nyersanyagok, közelben lévő nyersanyagok, villamosság, vagy elektromosság, egyőre még nincs fogyasztás, maintenance, ezek majd később jönnek. És akkor olyan van itt, hogy life, minusz 23-as az attraction, ezeket kell majd javítanunk ahhoz, hogy jó legyen, hogyha housing nyilván később jön. Tehát rossal oldódik. Ezek a lakosoknak a listája, ugyan épületek, nyersanyagok és régi. Jó, oké. Okay.
innentől nálam a gyeplő, hullosan, akkor most már mehet a az kutatás, szó szerint. Akkor utána már a Cycle 2 kell, hogy jöjjön, el is értük, Cycle has been reached, úgyhogy most már akkor lehet ezeket is kutatgatni. Így, ezek ellokkolódtak. Oké, okay. Akkor itt most már ebben lehet, nem, kikutattam, halászni. Éppen akkor... Termelés, nem tudom, hogy egyőre kell le, lehet, hogy a Community Need a Taverna az jobban kell, mint a áram egyelőre, majd meglátjuk. Van itt egy olyan gomb, hogy Projected Renewal Rate of Resources for Next Spring. Egy viszonylag súlyos asszály jön. 20-40%-kal kevesebb víz fog jönni. Ezt nem akarom itt maradjon csak az van a morál. A naponta most már 4-1 csökken. Nem vissza egyelőre csak a médiumra. Úgy egyőre most itt minden rendben, akkor időt pörgessük, kutatásra várunk, hogy legyen a kóház. Hello. Ek. Itt. Hogy. 10 embernek ad lakhatást, és 15 elektromosságot is fogyaszt. Akkor ebbe az oldalra kéne tenni. Limitált a hely. Bár nem, itt ide is lehet még. Akkor ezt tegyük ide. Köre, és akkor tovább ebbe az irányba. De a körre nyilván nem lehet építeni semmit. Akarom. Vajon miből, mennyi itt a maximum, hogyha most lehetett 100-zal nevelni, hol lesz a vége? Következő. Adjatok utat. Akkor a harmadik ház, és kell még egy negyedik is, mert 37-en vannak a lakosaim. Jó, ide mehet mellé. Na. Rezze mindenkinek lesz már jó a feje fölött. Valaki egy most üggyel keres minket. Az instabil életszínvonalunk lassan felemészt minket, és valamit csináljunk azzal, hogy a morált improvoljuk egy pár napon belül. Hát persze, az megoldható. És plusz 7, nem tudom, mit reklamáltok. Jó, de majd itt a ház, mindenkinek lesz háza akkor onnantól. Ez biztos, hogy 50% fölé is fog menni. Increase worker class morale above 40. Ó, oké.
Hogy? Jó, tudom, hogy ahogyha ha ezt meg... Megint. Kell egy második konyhát is. Van még munkaerő, 19 fő. Ami is egy első blikre, srácok, nektek hogy ebből az első fél órából, ami lejön, az milyen első benyomásotok van? Most mondjam, magamnak kommentálom, ahogy szoktam, de látok is kíváncsi vagyok. Nekem első blikre egy picit lassabb tempójú, mint a Frostpunk, de ugye nem annyira nehéz vagy követelődző. Jom. Ez azért sír, mert nincsen. Hája, de... akkor nem értem, hogy... Így akkor most már elméletileg mindenkinek van háza, 80%-os. 8 morál. Egyben az még kurva messze van. Két napig dupla fogyasztás lesz kajából. A vízi. Kettő, ugye ez holnap jön, fog majd effektív bejönni. Hol? Más bukik az elméletem, mert nem úgy működik, hogy ami össze van építve egymás mellé. Annak agyból van utca hozzáférése. Hogyan lehet itt demolisolni? Mindig a morál, mindig nem jó, akkor ezt is vegyük vissza itt egy... Nem be nem üt itt a misszió. Fogyni a kaja meg a víz rendesen. Jutalom, extra morál emelkedés, van, igen, jó. Plusz 20 morál mindenkinek. Ezt is vesszük. Ha. Gombát nem lehet szedni, a farmok nem termelnek, és minusz 20 életerő mindenkinek, ugye tél van. Jó, hát a gomba az igazából szerintem elég is lesz, még a tél el nem múlik. Nem. Egy másik ötöt le.
Nagyon messze van. Ó! Oh. Vas is van, ha minden igaz, jó. Kerüljön ide. Ja igen, akkor. Oho, ehhez már alapfelszerelés kell, akkor nyilván elkezdeni. Egy túl. Nem. Ezen a kettőn kívül itt van még, illetve kettő, hármat is lett. Hát. Még nem tettem még. Az első évnek az elénél vagyunk. Ja, Márium. Az innentől a téltől van valószínűleg. Leesett a gomba. Volt. Ezek majd akkor lesznek érdekesebbek, ugye, hogyha letelik egy vagy két éve, onnan már releváns információt tudunk kapni. Meg talán ugye nem kell, a kútnak kell út, ugye akkor ezt behúzni. Abba. A bakker ponta nem le. Nem, akkor ezt egyel följe. Bocsánat, srácok, hozzátok itt a szajrét, de nem jó helyre a tett. Great! We will survive! De most ez úgy nézem, hogy tél van, ezek meg ilyen, ilyen szoknyában mászkálnak itt, nem aztok sem. Az mindig jó. Rá ki van elégítve. Workforce. Nem tudom egyébként, hogy ezt majd kutatással lehet ezeket javítani. Itt building statics, ez nem az. Nem tudom, hogy esetleg lesz-e népességre való valami. Tudni. Krumpli bogár. Na, akkor most már van vas kitermelés, hát akkor nyitjen. 12 munkaerő van még. Hogy a követ kéne. 3-mal még. Többi az maradjon akkor meg. Actionhöz, ugye kell akkor egy forge. És itt, ez lesz egy smithy, nem a forge kell. Készül majd ugye a vas önt. Mi? Hát majd. A gombánk az elfogyott, mégse volt elég a tél leálltáig. Baj az, most nagyon. Ott a orsz.
Hú, de van. A legközelebbi gombás mező van. Fogni ezt a hármat. Vagyis. Igen, ez itt a legideálisabb hely, de ez is nagyon messze van már a főbázistól. Menjen, mert szedni kell. Tart még ezt kell. Jó, víztermelésünk az nagyon jó, az 200 van, és nekik 56 kell per nap. Akkor most már ezt föl tudjuk tenni igazából regulárra is, ez extra is mehetne, de olyan sokat azért nem kell szállni. 192 készül per nap, 68 kell. 32-re esett vissza, 24. Építkezek azt is ezből veszi. Aj. Valami. Most, hogy már tudunk fémeket feldolgozni, jó lenne, hogy a szerszámokat is használni napi munkához. Jó, persze, let's do it. Már épület hozzá. Azt mondja, hogy steel. Három munkás. Akkor azt mondja, hogy 18 ingó készül per nap. Mehet a másik épp, ez lehet már, mert 80 látromosság kell, jelenleg jobbig még belefér, jó, ez a nagy épp. Prio építés itt. Nem lehet kiválasztani, mert hogyha itt elmentek ide, ezt is építeni. Meg, ha mindjárt épít. Akkor már csak három fő van, aki nem dolgozik, a többi mindig. A munkája. Igen, azt néztem, hogy hol van ez a vasmező, de ez itt sajnos nem éri, nem érteig el. Lehet, hogy egy épület is lett volna, de a kő meg a fa is szükséges vagy. Akartok közben itt szaporodni? Lakóim. Férfik laknak, vagy mi ebben a faluban? Csak férfi kép. Tehát van itt Bethany is. Akkor a gomba termelés ezen túl remélem, hogy visszajött. Refreshment, 5 napig él, 40 morál mindenkinek. A gomba, a hús és a víz resource az megújult. Nem tudom, ez mit jelent, itt előbb 5000 volt, most már csak 8 volt, most már csak 5400. 72 gomba per nap. Hol? Van itt egy másik. A évvégi összesítő. Senki nem halt meg. Kettő ember csatlakozott hozzánk kívülről, és kettő született. Hát és ugye összesen kettővel nőtt a létszám.
92%-kal nőtt a megújuló nyersanyagok száma. A vízből sokkal több készült, amennyiből, ami kellett, és ugyanaz volt a kajával is. Main progress, 3 development készlet és épület. Ez egy tök jó, az a kis összegzés. Arra tud eljönni. Hogy lehet ezt fejleszteni? Egy másik ablak vajon? Ahhoz, hogy legyen 3-as ciklusunk, még 13 embert kéne valahogy becsábítani, és még kell... Force. Igazából ezek is. Not enough knowledge. Ez addig mehet akkor helyett. De nem, lehet, hogy ez a taverna az... De hát az áram is kell. 60 elérhető áram. Tartok még csatlakozni a... Alumhoz. Következő évben extrém szárazság lesz 0-20%-ig. Ez csak az újjá termelés. Akkor rendesen bele kell húzni itt a esőanyag raktározásba. De 8 készül egy nap, és 25 fogy az ingóból, az nem jó, akkor ezt vissza. Egy nap. Ez másra is kell. Hát igen, itt most megint az lesz a probléma, hogy létszámmal küzdünk, de nem lehet majd növelni a termelés bizonyos dolgokból. Maximum 3 lehet csak. Nyilván egyszerűen, hogy ugye majd lesznek új hírek kiánlokolva, ezek magasabb hatásfokkal dolgozni, de egyelőre az még odébb van. A main hallhez kell még egy szám. Ha ez megvan, akkor ide lehet, hogy nem is kell már több. Jó, nézzük egy darabig, hogy hogyan. Upgrade. Ja, hogy ez már meg is történt automatikus. Tudjuk akkor mégis ez a... Ezben a tábort még el is lehet nevezni, minek nevezzük el, srácok? Valamilyen frappáns tábornév kell, ami tükrözi a túlélést és a játéknak a lényegét. De nagyon-nagyon elcsépelten lehetne a New Hope. Majd hát azt mondjuk, hogyha van tippetek.
ezeknek most már nincs, persze azért nincs áram, mert ugye ez átépül. Akkor még itt várni kell. Írva egyébként progresszül. Van. ...1450-ig, úgyhogy akkor maradjon, vagy még picit várj. A nem készítő emberünk. Pozitív. Olyan nagyon pozitív, de abból ugye kell is rendesen. A víz is. Tudom megtölteni az 5000-et minél hamarabb. Tehát, hogy az érzből is van valamennyi raktárkész. Lehet, hogy itt ezt leveszem. Kevesebbet hozzunk, mint ez itt fogjon el, mert nem ebből kell áron lennie. Ugye akkor van már olyan, hogy Power Grid Production. Van. 12 Iron Ingo. 36 Lumber Mill. Sehol se. Ha itt van egy olyan, hogy itt jól termele. Akkor próbáljuk, ugye? Tudom. De most már plusz 7-es az attractionünk, eddig minusz 20-valahány volt, úgyhogy ez most már jó. Elvileg akkor lassan vonzunk embereket be a táborba. Ahhoz én mindig minusz 8, nem értem, hogy miért, tehát itt 100%-ot is örülnek is neki. A kaja az föl is van, de nem regulárra van téve. A basic így 2 per nap. Ezt lehet, hogy ezt is fel lehet tenni legalább médiumra, bár hogy a két morál az abból nem az. Nagyon neccesen. Ebből ez is metes. Úgy érzem egyébként, hogy ez a knowledge ez nem vevődik le az összből, hanem elérjük ezt a thresholdot, akkor utána lehet azt kutatni. Következő. Azt mondani, ehhez 1452 és most 1530 van, tehát megvan a 1450-es threshold, akkor utána lehet kutatni. Előtte nem. Érdekes. Nem levonós rendszerben van ez, hanem így van thresholdozva. Bombász emberünk már nem lehet. Azt kell megnézni, hogy ebben a konyhában ugye 6 gombából és 2 vízből készül 8 kaja, majd a halból, ugye kevesebből készül ugyanannyi, meg a húsból is. Lehet akkor itt a húsból lesz a legjobb, ugye van a gombát is akkor el kell használni. Gazdaságosabb szempontjából nyilván a hús a legjobb. 4-ből készül 8, itt 8-ból 8, itt 5-ből 8, tehát ez a leggazdaságosabb. Úgyhogy azt sem tudjuk, hogy majd a hús az mennyire lesz véges.
akkor mennyi jön per nap. Kutatás, azt hiszem talán pont ezt tette. Igen, jó, tehát ez hamarosan kiderül. Ez, és azt mondja, hogy 60 elektromosságot ad konstant állandóan. Kocsma, az lesz a következő, amit kiszedünk. Stockpile még teljesen tök jó, abszolút tudunk megtelve. A kaja az hadd teljen csak. Is. Épület még kell. Akkor megint ott vagyunk, hogy várjunk, és itt féljenek az emberek. No. Próbálok, akkor próbából ezt nyomassuk ki, hogy akkor innen leveszem ezt a három főt. Hozzanak egyre a halat. Látszunk, hogy még van egy bőr, amit nem tudok feldolgozni. 24 halat hoz per nap. Akkor ezt állítsuk át halacskára. 48 kész per nap. Ölsz. Vagy a halból. És. Elfogy, de hogy azt mondtam, tenni a terkét. Kavicsunk nagyon jó, abból lehet, hogy egyet innen levehetnék. Ez kezdjen fát vágni. 8 a 8 ellenében az 10-esével nő per nap, az nem annyira jó, míg a 30 ugye az overkill. Lehet, hogy az egy ember, ez mégiscsak kezdjen vadászgatni, legyen hús is, őr is itt. Már talomban, mire elkezdek oda érni. Beszélni akar velem, remélem, hogy csatlakozók. Azt mondja, igen, hello chief, kisebb kommuna, azok vagyunk, igen. Szeretnénk megismerkedni, és reméljük csatlakozni. Hát ezek kereskedni akarnak. Trade partnership. Persze, csináljuk, csapassuk. Mindjárt ide kijön, hogy mit akarnak kereskedni. Ketten, két children kölyök született. Ig. Igen, vannak már, ezek nem tudom mikor nőnek meg. Minél hamarabb. Tulajdonképpen ugye, amíg plusz a morál, addig ezt is lehet ide húzni. De nem vagyunk rászorulva erre a plusz termelésre, úgyhogy adhat, hogy most van. És a halat azt nem mutatja itt ki. Jobb lakások kellenek. Build three shacks. Hát... nek. Üresen fog állni. Parancs, most nem értem, hogy ez miért volt szükséges. Hát 37 lakos van, 4 ház len van, 10 per fő, vagy 10 per épület, úgyhogy ez totál felesleges. Egy, reméljük, hogy kapunk valami jó bónuszt utána. Szóval a halakat itt azt nem írja ki, hogy mennyi jön belőle per nap, úgyhogy azt nem tudom, hogy itt ezt tudom-e szupportálni. A 4 halat per... kéne állni a gombára, vagy a húsira is, már abból is van. Mikor el vagyok is, így is.
Nem néz olyan rosszul egyébként. Az képest, hogy 5 giga az egész játék. Van. House 101. Kérte. Loft. Hát feleslegesen húz le most igazából 45 energiát a hálózatról. Egy. Komód, etropéliai, az is. Na, ez a global map, ez nem tudom mikor fog majd jönni. Ugye itt el lehet menni és kívülről is hozogatni cuccokat. Ez olyasmi lehet, mint a... Epiken van ez a túlélős játék. Survivor something az. Abban is, hogy a térkép van, és ott lehet barangolni és visszahozni dolgokat. Igen, tehát ez jó játéknak tűnik egy első másfél óra után. Csak össze vannak benne lopkodva innen-onnan a dolgok, de hogyha ezt jól csinálom, akkor ugye semmi gond. És majd később lesznek benne vonatok is, meg automatizálás, hát addig mindenképpen el kéne jutni. Ezt most még ugye nem tudom kutatni, mert hiányoznak a létszám. De hogy ez megvan, utána akkor már lehet ezek szerint farmolni. Lesz bánya, lesz üvegöntő, agyag, meg homok, valami guild. Aha, itt lehet kiküldeni felfedezőket a térképre. Technical bootcamp ez. Itt lehet akkor a craftsmeneket és specialistákat kiképezni. Ez majd a ruha is. Papír. Na. Jó. És akkor még ezek az actionök? Szóval emergency work shift. 13 morál mínusz mindenkinek, viszont plusz 40 workforce és mínusz 17 health, nem jó. És ez pedig valamilyen mínusz 45 workforce mindenkinek, de plusz 20 health. És az esély, hogy valaki meghal fáradtságban vagy betegségben, az csökken. Hát ez egy ilyen utolsó mencsvárként mehet. Azért, hogyha... Akkor a húsos hadász... Ugye itt a bőr majd valószínűleg a ruhához fog kelleni, úgyhogy nem valamit is előre dolgoznánk egyébként. Akkor itt a favágómat azt leminősítem, és akkor adász. Húsból 10 jön naponta. Hát nem tudom, igen. A nap derül ki. 16 kell belőle, és csak 4 készül, akkor hogy ezt is felesleges. Akkor igazából se a hal, de hal az viszont 57 van. Nem értem, hogy nem. Tehát ez jól ez a... Ki? Bevándorlók, hát persze, gyertek, plusz 2. Ilyen tempóval 6. év végére lesz meg az 50 fő. Jó, mert akkor ide lehet legalább a vadászom. Na, 29 húst hoz per nap, 24 a hal, úgyhogy lehet akkor ezt átkínáltani. Akkor kéne egy harmadik konyha, de ez meg már most overkill embereket vetni. Akkor a halat azt én leveszem, és akkor menjen a húsi.
Itt hal 46. De ezeket el kell raktározni ugye a télire. Aját. Valami vihar. Azt mondja, hogy a szélerőművek ezek 20%-kal többet termelnek. 110. Három nagyon. Kevesebb a Hunter és a Gatherer Workforce 20-szal. Plusz 200 Offshore Fisherman. Még nincs is. Nem, mint hogy most csökkent volna a Hunter és a Gatherer Force. 100-on van. A kereskedők. Azt mondja, hogy nekik van Basic Tool, Erz, meg Bronz. Hát akkor a bronzt kéne kereskedni. Most nekem meg csak a hús az, ami érdekli őket. 10 húsért mit adtok? 2 bronzt. De miért csak a húst tudom adni? Értem meg ez a 10 húsa. Ott. Ötvenöt nap alatt lett 4 migránsom. Á, bocsánat. És 4 gyerek, tehát összesen 8-al nőtt a lakosság valamilyen úton, módon. Egyébként ez a 4 bele se számít a teljes populációba, csak a felnőtteket nézi. Érdekes, hogy a gyerekek nem számítanak. Egy. Mondom, ilyen tempóval itt még negyedik év telire lesz meg nem. Ketten megnőttek már belőlük. Kettők az tók. Ebből se kell nagyon sok szerintem. Túlból. Ide. Kőfejtő meg a vágó. Gombás. Available resources 0. Menjen a vadász ott is. Akkor itt a vadász menjen el gombászni. Ez megállt. Gombából működött. Olyan mindjárt megtelik, már 1000 hely van. Fölbről csak. Kettő, egy. Hope. Megint csak a morált kell tenni. Jó, megoldható, van extra kaja, meg extra víz. El kell meg.
Hát most, hogy hirtelen gondolkodok, hogy mi az, ami még így elsőre ilyen lassabb játékmenetű játék, amivel mostanában játszottam, és így szerintem elsőre a Kingdoms Reborn, a Farden, valami ilyesmi, Farden Village, vagy nem tudom, ilyesmi nevű, azok még ilyen lassabb játékmenetű játékok. Ez az alkal verseng. Nem rossz, feltétlenül, csak gyorsabban. Bomba, jó, akkor ez menjen palacskásba addig, amit lehet, utána akkor meg. Ott gyerek született idén, az már jó, így akkor már lehet, hogy harmadik év végére meg lesz a létszám. Hát 10 kölök van, mind megnő, akkor meg is leszünk. Upgrade. Ja, a knowledge már megvan, úgyhogy csak erre várunk. Gyors pörgetek, ami... Yes. Gyorsan fejlődő táborból most már lassan nagy falu leszünk, és igen, azt mondja, hogy a munkások moráját kell megemelni egy bizonyos threshold alá, azt mondja 70, huhú, kis pályások. Ha nem jótokat. Éjféltől változik ez. 60 lett így csak. Hogy lehetne? Entette. Ja persze, van egy tavernánk és dehője vagyok, az már mióta megvan. Meg se raktam. Ide ez pont el is. Akkor lehet, hogy entertainment-en meg is lesz a 70 morál. Akik ugye sokkal többet eszik, iszik. Terszámokat használ. De ezért tartogattuk, hogy ezért csináltak ugye a karakter. Oké. Okay. Egy sört, tejterméket lehet árul, de még egyik sincsen. Reméljük, hogy ettől függetlenül. Reactivating buildings after a long period of inactivity slightly reduce their efficiency. Hát igen, pontosan ezért nem akartam ezt megépíteni, mert itt fog elkezdeni, és bontom meg, mint álljon itt az eset. Építek, ha kell. Ez most már maradhat ugye, mert már 41-en vagyunk. Jó, ez is plusz 8, 68, hát akkor nem tudom, mit lehet még itt megemelni. Itt double-on van. Akkor meg feleslegesen pörög ez itt. Ha se lesz meg, akkor menjünk a normális regulárra. Majd meg lesz ez valami extrával. De meg is neki sikerült is. Nincsen hozzáférés a szórakoztató egységhez, de hát pedig ugye itt van. Ha ez a ház itt pont kívül esik a... ...án. Pont ezt egy... ...kekket. Meg akkor a másik... Nem, azt egyenre még nem. Ezt lebontom. Beköré építjük a házakat első kör. Thank you.
lehet, hogy a tavernát újraépíteni lehet volna egyszerűbb, de talán ez mint, hogy más anyagba kerül. Oké. Okay. Akkor ciao. Van. Tamályokra vannak szükség. Itt valami... All are free to trade what is rightfully theirs. Azt mondja, ezzel plusz 8 morál minden klassznak, viszont 5-tel kevesebb munkaerő. Ha meg ezt választom, akkor... hát igen, ez nincs a nagy cserekereskedelem. Mondjuk a morál az ugye az... Hát, hogy most elején még fontosabb, mint a munkaerő. A munkaerő azt lehet majd boostolni. Jobb. Jó, nézzük meg ezt. Hal az miért? Miért nem? Ingelni oda. ...1024 hal van, illetve 703 hús. Itt fönn pedig... hogy ezek a föld feletti kő, illetve a vas lelőhelyek nem fogynak ki. De a föld alatt is van bővebb kiség van, azt írja. Abszolút minden tökéletesen hatna el, illetve akik nőhetnének meg. Hát egyébként lehet, hogy szánok még erre egy estét majd print keretén belül. Már csak az, hogy el kéne érni addig a fázisig, hogy már lehessen vonatozni, illetve automatizálni. De nem mondom azt, hogy leváltja akár a Factoryt vagy a Dysont is ez a játék. De itt vannak a highlightok. Hát ugye igen, a víz és a kaja, a teremlés az több volt, mint kellett, de azt így is terveztem, hogy legyen több. És megint csak a víz gomba minden újra termelődött. Ketten joinoltak és 10 születtek. Tök jó. Akkor nézzük azt, hogy a gomba, ez megint nagyon sok mennyiségben van. Ha vadászom, akkor az itt maradhat is nullán. Ugye ezek itt vadásznak, bőven jó. Mert ha megnőnek a gyerekek, akkor azok elmehetnek gyűjtögetni. Erre várunk még megint. Ez még plusz 7 morált ad és 5 healthet, hogyha ki van elégítve, de hát ugye most egyőre még nem. És kereskedők se hoztak ilyet, úgyhogy ezt egy hamar szerintem nem tudom még csinálni. Lehet, hogy most már jól lenne csinálni egy másik szélturbinát. Na, itt ezen a területen mutatja, hogy mekkora... Ide rakom, akkor elméletileg le tudok tenni még mellé egy másikat is. Na, azt mondja, hogy relief, megnyugvás, plusz 7 efficiency mindenkinek, és 25% knowledge gain. Nagyon jó, csak nem tudom elkölteni, mert baszki nem tudok szintet lépni. Na, a kő az megtelt, úgyhogy akkor a követ azt leszedhetjük. Helyette akkor
a két falvágó, a két... És itt hát nem kell fullosan levenni, mondják ő, az mindig kell valahova, legyen egy, aki ott van. Akkor ide jöhet vissza a gombás kettő helyett. De vadász se kell. Ne a gombás, hát most, Isten. Az most a bőség zavara, annyi kaja van, igen, akkor lehet, ez a normál nehézség, ez egy picit tényleg könnyű. Hardon kellett volna csinálni. Mert most minden három alapanyagból olyan sok van, és nem tudok itt mire költeni. Hát miből csinálják, legyen akkor a gomba egyébként. Az nyár. Lent. A alapanyagok, vagy a resource. Három olyan ember, akit el tudok küldeni dolgozni még, de hova? Ebből jó vagyok. Tényleg ide a Smithybe, akkor jöhet még a másik kettő. Akkor maximum építünk majd még egy forge-ot. 309 ércem. Ez 106 konstant, ez 60, hogy ez ide kellett volna tenni. Ó! Oh. Ide. Itt is ott a villám, és le is dőlt ez a most épített frissen, nem egy percet nem működött még. Hát az első, igen. Nájam Boot meghalt a katasztrófában. Valószínűleg itt dolgozott, vagy valamit épp itt csinált. Akkor most már elméletileg lehet temetőt is csinálni? Oké, specializáció. Craftsmaneket lehet trénelni most már. Igen. Van egy olyan, hogy ezzel Craftsman Training Times and Resource feltétel megfeleződik, és a training sikerességi ráta megnövekszik, viszont 1,8-szal több power tool-a, ezt nem is tudom mi az, hát ezt hagyjuk. De még nincs is Craftsman class-en, tehát akkor ez nem is értem. Nem tudok ilyeneket alkalmazni. Az összes bőr, itt a vadásznak már nem sok elme van. Álljon is le. Akkor hozzon gombát. Akkor ez, igen, ez menjen gombával, meg ez is menjen gombával. Valamilyen vetésforgót kéne kitalálni, hogy két nyersanyagot szedek, egyszer, vagy egy alkalommal, abból
készül csak kaja, a másik az raktárba megy, és akkor ezeket forgatom. Micsoda. Végtelen felkészülés. Stock 5000 water és 1200 simple meal. Hát egyébként az már lassan meg is van, a kaja meg is van. 1000 víz, hoppá, az viszont most valamiért csökkent. Per nap, Értelem visszaállt. Akkor ezt levehetjük médiumra ugyanúgy. Igazából ezt is médiumra. Totálisan jó most. Oh. Jó. Egy plusz 5. Plusz 5 munkás. Üdve. Hozni. Jó, akkor egy másik, hát most már építünk, ugye ha megnő az a tizen nem tudom hány gyerek, akkor azoknak is kell akrész. Erő is. A basic tool, amit tud adni, hát én azt tudom kereskedni vele, cserébe ő adok nekem valamiket. Jó, hát itt tulajdonképpen nem mehetünk egész őrületbe is. Nem már csökken, aha, jó. Ez így 11,9. Legyen, ennyi adja nekem halat. Ez 98 hal, ez 100 hal. Ez jó biznyó volt, ezeket szeretem. Pörgessük az időt megint. Ez további 4. És az 5. Akkor a 3-as ciklus megvan. És ezek a unlockolt cuccok. És a kutatással, ugye erről van szó. Ezzel lehet akkor majd craftsmeneket és specialistákat képezni. Menjen. Van olyan, hogy farm, surveillance, ez igen, ez lesz a térképes dolog, mehet következőnek majd. Tégla és agyag, bányák, ruha. Valószínűleg ugye ide kell majd a bőr, a vadásznak a bőre. Következő van olyan, hogy divided layers, crop rotation, expansion, valami istálló, vagy nem tudom mi. Tél ellen gondolom a jobb hőfokú házak, meg megint valami más. Jó, oké, akkor itt gyorsítást kutatgassunk. Nyi. 94 óra, 4 nap. Mindjárt megint tele a storage. 2000 gombám van, hogy egyszerűen nem fogy, tele a kaja is. Jó, hát akkor nincs mese, akkor ezeket le kell szedni és máshova küldeni.
Akkor ezen meglett a papír. A papír ugye Lumber Mill-ben készül, úgyhogy akkor azt másikat kell építenünk. Hát mit tudom én, ide a közel a... Közel a stockpile-hoz. Készítsünk 400 papírt, ha meg lesz. Csak egy technical bootcamp-et is lehetne most már, az vajon hol van, itt van a utilities-nél. 95 elektricitás kell hozzá, az megvan. Tudom én, jöhet ennek ide a helyére. Érdekes, nem tudom. Itt. Akkor kerüljön. Kerüljön ide. Szia, Schaller! Hello, hello! Na, így néz ki a New Cycle. Tanap rábeszéltél. Arit Artimeti is, úgyhogy ma beruháztam rá. Nem rossz egyébként. Itt mi a probléma? This building has been operational for 63 days. És kicsit kevés a workforce. Jó, akkor mennyire a 5. ember. Igen, bejött, igen. Többen mondtátok, hogy próbáljam ki, megnézzem meg ezt a játékot, úgyhogy hallgattam rátok. Nem rossz. Egy picit lassabb játékmenet sokkal, mint ugye a Frostpunk, amire első kinézésre hasonlít. De jó, el lehet benne szöszölni. Ez még az eleje. Akkor a következő legyen ez a Surveillance, hogy meg tudjunk most menni. Ó, ez papír kell, jól van. Ez is papír. Ehhez ez mehet. Ez is papíros. Papíros. Hú, a papírból 1200 is kell, úgyhogy abból nagyon sok. Lehet, hogy kettőt is kéne csinálni. Láttam első, hogy összekaparták több helyről. Igen, tehát imittam ott, ismerősek a játékelemek. Tény és való. Oké. Az erről van szó. És akkor itt lehet képezni a craftsmeneket most már workerből. Nézzük meg egyet, 200 papír a költség, meg 5 túl, akkor előre hagyjuk, még papírt kell itt csinálni. Az. Mint az 5, és ez 65-öt készít per nap. Igen, nagyon Frostpunkra hajzott nekem is elsőre. De így nem tudom, más óra után azt kell mondjam, hogy nem hasonlít rá. Tehát nincsen benne olyan mértékű morális döntés, ami tényleg élethalálról dönt. Vannak benne kisebb döntések, amiket meg lehet hozni, de nem olyan mértékű, mint a Frostpunkban. Készen van, ugye ez is papír kell, meg ez is, akkor egyelőre ennyi volt a kutatás. Következőhöz már ez lesz valószínűleg. Papírt kell használnunk, szenedmény meg is van. És igen, szerintem itt a Lumber Mill-t ezt nyugodtan, vagy még egyet le lehet tenni, hogy legyen még egy papírgyár. Lehet majd később lesz. Egyébként igen, térképreállásnál van is olyan két terület, amit nem lehet választani, illetve a hegyes tájt az sem lehet, az majd később jön. Meg jelen pillanatban csak ciklus 8-ig van megcsinálva, és itt még szerintem alatta lesz még majd hely. Meg van 5000 vízzel lett raktározva, faszányosan. Akkor egy újabb stockpile-t is kéne. Éves összeszámláló. Oké. Okay. Igen, volt egy beszéd, és ketten meghaltak benne sajnos. 7 új épület lett, 2 új development lett kikutatva. Akkor itt most már az orvos is lesz. Meg.
Szóval, take the right steps to achieve at least regular health and try to maintain it for 30 days. Class health above 40. Ó, mi van itt nekem ennyin? Ez mehet regulárra. Mi volt az a workforce nekem nevéve? Ja, amikor emlékszem, még amikor a morára mentünk, értem. Ez is papíros. Más. És akkor azt mondja, hogy ez, favágó, az ott maximumon van, favágó maximumon van. Ó, nem ennyi papír, akkor kutassuk ki ezt a mapot most már. Utána akkor jöhet majd a farmerkedés. Akkor a ruha. Akkor tudunk már olyat, hogy ugye ez az égető, illetve itt van ez a pit. Itt tudunk homokot valahonnan, meg agyagot szedni. Ilyen a földön. Kész. A resource, aha, itt van egy, azt mondja, mi ez, nem tudom. Következő cél, hogy legyen 100, és a kolónia. Na szóval resource, ez itt nem tudom mi. Valószínű bányának lesz itt majd hely. Amúgy az délkép alja már lejjebb nem tudok menni. A map. Kő. Jó, hát akkor ezt lehet, hogy le lehet tenni bárhova, és akkor úgy jön ki az agyag meg a homok. Itt most speckó helyet nem tudok neki kijelölni. Akkor ez kerüljön távolabb. Ha csak ide tudom tenni, zöld területre nem. Erdőben nem engedi. Igazából ide is. Teszem ide. És akkor ebből kell még egy, mert egyik fogja homokot, másik az agyagot szedni, szerintem ez csak egyszerre egyet tud. Új, és 290 elektromosság kell hozzá. Akkor itt ezt bőven kell még tenni. Most már ugye itt pont rajta van a három hon. Nem tudom, 80 papír jön egy nap, az egész jó. Hogy jön ez a 352? Igen, akkor itt agyag 7 per 2 óra, és kő is 7 per 2 óra. Nyilván akkor az agyagot kell elosztani. Akkor ez jöjjön először 5 fővel. Úthálózat. Megépülnek ezek akkor. Úgyhogy ezekkel együtt is még mindössze 50 van. Ez már csak 3 csíkos. Még itt 4 csíkos. Jó, de jöhet mellé. Maradt még itt ki, ami csak papíros, ez meg már papír és agyag is kell hozzá. Akkor azt mondom, így az egyiket le is lehet itt állítani. Vagy kevesebb embert tenni csak bele.
5. 56 per nap. Most már jöhet egy kiln. Még plusz 145 electricity. Huhu! Még a building. Full response. Remove ongoing fire. Ez állítsuk le pauz. Full response, 40 minus workforce 5 napon, 3 napon keresztül. Balanced response, 15 workforce. Akkor, akkor menjen a balancing. Oltani. Szóval igen, azt mondja, hogy kiln, ezekhez már minden nagy mennyiségű áram kell, 170, 145, itt nem lehet leállni. Ez nem... Hú, ez már 5-ös van, hú, 6-7-es vagy... De ide lehet tenni nagyon sok. Visszatérve erre a későbbiekre, nem tudom, nem láttam még roadmapet a játékról, hogy miket terveznem még vele tenni, illetve milyen ütemben jönnek ezek az update-ek. Én most azt mondom, hogy ez a 26 euró lehet, hogy elsőre egy early access-re picit sok, de ha lejjebb megy 20 alá, mondjuk 10-18-17 környékére, akkor szerintem jó vétel lehet. Lehet, hogy még most így nálam akkor ezt így kipipálhatjátok. Lehet, hogy ez még 27-et nem ér első körben. Ha lesz benne több minden, akkor már lehet, hogy megéri. Mert igazából lassan 2 órán nyomom, és a 8 ciklusból a negyediken dolgozok, tehát be lehet ezt fejezni, szerintem lassan, nem sokára. Még mondjuk benne van egy 4-6 óra. Látjuk, meglátjuk. Akkor a kiln, ugye nyilván ide jön emellé. Oké. Úgy néz ki, hogy ugye tenni kell még házakat. 3-6, igen, egy ember még hontalan. Akkor ide kezdjük el építeni a második. Akkor eddig ér ki a taverna, ha jól látom. Távol tovább is. Ez ad 160-at lefedésre. 650, akkor lehet tenni most már a Taylort is. Ez már tégla kell, akkor egyelőre. Még nem. Az automatizálás lehet kicsit megnézni majd a dolgokat, illetve a ciklusok lehet exponenciálisan hosszabbodnak. Ez is persze benne van, igen, a pakliban. Sokat vártam erre az 50 főre. Ez a 90 is lehet, hogy akkor hasonló mértékű lesz. Hát, hogy a ciklus 4-re kell 90, akkor lehet, hogy a 8-ra már 200 fölött is leszünk, igen. El lehet elebb egyébként szerintem még tölteni egy 6-8 órát, mondom. Még egy streamereig szerintem visszajövök el, aztán megnézzük, hogyan alakul, vagy mi lesz 4 óra eltelt éven pluszba. Egyébként igen, jól néz ki, animáció majdnem mindenhol van, minden épület különbözően néz ki és külön van animálva. Emberek aktívan részt vesznek a faluba, valaki így tántorog. Aktívot kivette. Basztani. Ketten is vannak. Nagyon, hogy tégla 5 emberrel mehet.
kő, agyag és víz kell mindenhez. Ja, akkor itt most már a kő production az le is ment mínuszba régóta. Két ember mehet vissza. Ide is egy harmadik. És még van 21 kölyök, aki egyszer csak meg fog nőni. Igen, mit akartam? Igen, a Taylort, mit lesz már ik. Legyen három mind a két helyen, 45, tehát 90 papír készül egy nap alatt. Azt gondolom, hogy egyelőre az jó mennyiség. És akkor még ez az egy emberke, az ide jöhet be a kőfejtőbe. Így. Egyet is kipróbálhatnánk egyébként egy ilyen farmot. Itt ezen a ötön van a lefedés. Legmagasabb egyelőre ezen a pozíción van. Nekik kiesjük a falu központtól, de hát úgy látszik, hogy ilyen távolságot meg kell tenni. De akkor a kő depozit miatt már nem tudok tenni. Hát jó, akkor erre indulunk el. Szabasz ki! Akkor most már mehet a Taylor is. Teszem ezt. Ide még itt, hogy hadd akarok egy helyet egy másik háznak, aztán a tavernát azt eléri, a kocsmát. Azt mondja, itt lehet zöldséget, illetve gyógynövényt is termelni. Ezt tegyük egyelőre pauzába, most nincs elég fő, és a kaja is totálisan tök jól van. Abszolút. Tökolt. Palacska. Jó, lehet, lassan el kell kezdeni gondolkodni a második konyha megnyitásán. 21 kölök megnő, akkor nekik is lesz már igényük. Meg ugye ez még most csak reguláron van, ezt még lehet tovább fokozni. Vágott szerintem. A helyére jött a kereskedő. Ugyanúgy közőek vannak nála. Hát ércből nem kell, ingó megtelt. Nem, az se kell. Papírt tudok neki adni. A barter value az egyes mindenki. Majd adjál akkor bronz ingó. 5 6-ot. Jön, akkor kapsz tőlem 48 papírt. Ide már kell, azt mondja, hogy munkásból is egy. De persze, ezeket lehet már tréningelni, de hülye vagyok. Nincs most, nincs belőle.
arra kéne rájönni, hogy azok a gyerekek milyen időközönként nőnek meg. Lehet, hogy beletelik egy évbe, vagy minden tavasszal, minden nyáron. Akkor jelenre lehet számolni körülbelül, hogy mikor lesz nagy... Csen, igen. Itt a halat szerep. Sok. Váltsuk itt le a gombás... csápót. A gomba. Rez. Kezdhet halból kaját csinálni. Ebből a húsból kéne, hogy tudom megnézni, mennyi van belőle. Oh. Craftsman megvan. A training ready to take on craftsman duties. Oké. Okay. Itt vannak még bevándorlók. Az 4 munkás. Az jó is lesz, hogy akkor azt el tudjuk ide mind küldeni. 32 ruha per nap, az totálisan nagyon sok. Össze 2-re van szükség, azt hiszem. 3-ra most már. Jó, akkor mehet ez 8 per vagy 5 per nappal is. Jó, tulajdonképpen 17 per nap is nagyon jó. Ez a 4. Ebből 2-t küldjünk el tréningelni. Nézzük akkor, mit tudunk még építeni, ami még nincsen. Farm is van. Scouts Guild, tényleg ez a fölfedező. Na, hamarra beszélhetett volna. Tier 2-ben még itt nincsen semmi. Sehol, oké, akkor ott még nem tartunk. Illetve ugye most már, hogy van agyag, akkor jöhet a bánya is a társra. Ott vagyunk, hogy majd várunk a 90 lakosra. Hát ha egy sok gyerek bepoppol, akkor meg is lesz egész hamar. Utat is. 5. Hol lefedettségű? Zero van. Ó, szerint itt nagyon jó a víz. Ezt ide. Elkészült ez a két, hát nem teljesen, még ez pörög. A szemem káprázik, vagy ez a csík abszolút nem mozdul, de vagy csak nagyon lassan, ugye most van felénél. Abszolút jó. Tényleg még egy sekket lehetne most már így. Ha jönnek. Okay, és akkor itt van egy scout és team. Ez oké, okay, nem kell miket hozzá semmiféle munkaerő, ez csak így megkreálódott. Oké, okay. Akkor most már megnyílt itt a world map, szóval itt vagyunk. Első csapat. Van egy highland, és itt van egy völgy. Két napba telik, mire odaérünk.
Hova? Közelebbibe. Na, na. Meglátjuk, mit találunk ott. Ez a kérdőjeles itt, Gatherer. Halászom működik, hát a gombát azt most nagyon faszán elfogyasztjuk, de nem baj, mert abból van a legtöbb, és télen abból nem is lehet szedni. Lehet akkor egyébként még nem hülyeség azt, hogyha a két ember ezt még gyorsan beszedi, amit tud előtt. Ezt kezdjük el majd földolgozni kajának a training. Oké, van még két másik craftsmanünk. Na ezek is ugye adnak, hogy ezeknek is kell kaja, simple meal, illetve víz, ennek is a morát kicsit emeljük. Még nem kell ezen kívül más semmi. És azt mondja, ezek is most már adnak hát plusz kettő tudást per nap. Számottevő. Aha, tehát ahhoz, hogy ez működjön, itt legalább egynek ebből is benne kell lennie az épületben, nem csak nem elég a craftsman. Jó, akkor... akkor aja úgyis van szarásig. Mert, és akkor már leheted adna pont, ez most már jó. Meg is lesz nekik az 5 per napos igénykielégítés. Vihar megint. Tök jó, mert ugye az áram ilyenkor megduplázódik. Nem tudom, lesz-e később elem akkumulátor, amit ki lehet kutatni alkalmakra. Oké, hopper, szén. Majd 300 energia kell hozzá. Ezeket elvileg csak ilyen helyekre lehet tenni, igen. Mondja, hogy itt három ismeretlent lefedünk. Jó. Itt is hármat nem tudom. Most, de azt talán közelebb van a másik, mint... Lehet, hogy nem. Így mind a hármat elérem a leg... Ennek ezért mindössze azért, hogy le kell hozni az utcát. Kell. Van. A first step to industry. Oké. Okay. A basic mine itt készül mindjárt. Nem tudom, hogy sokat számít-e az, hogy mint a logisztika kialakítva, vagy az embereknek fizikailag el kell hozni a cuccot. De szerintem nem, mert ugye itt rengeteg, hát már most van 40-32 ruhája, úgyhogy ez itt nem hordott semmit. Szerintem ide nem kell elhordani, meg elvenni semmit. Ergo, az embereknek sem kell közel lakniuk hozzá, tehát... Igen, már most megjött minden cucc úgy, hogy ide nem hoztak semmit ilyen táborra. Teleportálás van. 1072-ben. Sem kell, hogy most már egy működjön. Storage limit, úgyhogy akkor lehet, hogy a 32 per nap. Ó, jön egy második csapatot. Igen, abszolút nem volt le innen senkit. Másik csapat el. De.
Akkor hol van még itt fogyó eszköz? A kő az most az, ami nagyon elkezdett fogyni. Ez 3. Az is, akkor kéne a... ...lánya. De valahogy van is egy... Úgy kéne, hogy akkor itt is lefedjük legalább ából valamennyit. Ennek sem kell utca. De. Oh, ezért került én a töltés, vagy mi ez, gát. Na, elkészült a bánya is. Azt mondja, hogy itt csak egy dolgot tudunk egyszerre bányászni, úgy néz ki. Egy tré. Hát ugye vasam már van, kopper az még nincs. A szén is kéne. Not enough resource. Hogy azt analizálni kell a depozitot, ezek kellenek hozzá. Akkor kezdjük ezzel. Beküldeni. Remélem lesz majd olyan lehetőségben, hogy egyszer többet is lehessen bányászni, mert 12 munkaerő minden egyes bányában azért az nem olyan jó. 3. Ide még le tudok tenni pont egyet, meg kettőt, 3-at, többi az meg már csökkentett módon dolgozni. Jó, mindegy. Jó, most elfogyott a gomba, jó, akkor ezt az a gombán is van, meg az is. Akkor az pörögjön, és ez a gomba az fogjon el tél alatt. Akkor nektek itt adás, a hal az megtelt. Mehet halból telt. Ja. Na itt van vas. 148 ezer. Azt kerestem. Nem értem, hogy mérjük ki azt, hogy not enough resource, mikor ugye itt van a hatótávon belül, és ez már föl van fedezve. Upgrade to next tier. Nice. As grinder kell. Igen. Per. Tin. Akkor nem is szén, hanem tin. De akkor az két különböző. Akkor az nyilván copper lesz, mert tint még nem tudok. Nem. De várjál, mert itt van a kiln. Akkor ebbe készül majd, ki lesz kutatva. Akkor ugye a bronz. És copperből szerintem. Menjen. Vele 18 per nappal. Ja, most pont jók, mert ugye nem termel semmit.
megérkeztek a felderítők. Egy nagy terület, ami érintetlenek és üresnek látszik, egy pár épületroncs kivételével. És fa, hús, illetve víz található ebben a régióban. Befedeztük a régiót, ezen belül viszont itt van egy provinz, kettő, illetve egy shoreline, lowland. De akkor ezt... és akkor ide a régióba is tudunk kiküldeni munkaerőt, de tudunk építeni épületet is, Watchtower. Nem tudom, hogy mi, majd ezzel el kell jönnünk. Én nem is tudok küldeni senkit egyelőre, food supply sem, plusz supply. Aki most már értem, hogy miért van mindegyből overtermelés egyelőre, vagyunk csak így bele. Majd lehet külön kiküldeni a régiókba, food is, meg mindent, kaját, jó. Így most már kezd mélyülni ez a dolog. Hát jó, ez igazából egy nap, ami megépül, és 26 meg minden, tehát az abszolút nem drága. Kinézzük meg, teszteljük, hogy mi ez. Épült, jó, akkor ide jöhet a fejtő emberem. Ha az még abszolút jól van. Lehet, hogy akkor nem ártana most már egy másik bokpályt is, de... megnöveljem még a... Hát... Keresem a leg... Ó... Még nem termel megint. Keresem azt az épületet, ami a legtöbb ideje termel, ez 40 napja működik. 3. 124 napja működik ez a vízes kút. Ó, ez még le is égett, basszus, az építettem vissza ezt a... Nem tűnt fel egyébként, mert olyan kevés fogyás a szerszámból, hogy nem vettem észre. Ennek mennyi áram kell? 80 jó ára még. Oké, megvan egy volley. Köztem, és akkor mi? Ja persze, mert elkészült a Watchtower, oké. Nem tudom továbbra sem ez mit jelent. Aha, lehet akkor küldeni most a workforce-t. Ebben a régióban a productivity, majd ha felfedezek valamit, akkor az más már plusz 40. Akkor egyőre szerintem most még felesleges. A storage 48 ezer, tehát akkor ezeket bőven lehetne most már emelni. 2000-re. Palacskát. 3000-re. Mondjuk ez jobb, ha feldolgozzuk inkább. Nézzük meg így ennyivel. Nem tudom ezt hirtelen, hogy van összeadva, mennyiből adódik össze. De hát majd sikít a gép, hogyha
1800-hoz úgyis. Akkor megérkeztek a provinciára. Itt semmi nincsen. Igen, akkor itt hol ez meg fel. Készítettem volna hamarabb is, mert ugye ez most így nem pörgött a helyet, hogy... Na, itt van az edit slot, középső gomba lehet valamit kiszedni, ami nem kell. Meg kell vele legyen. Tudom én, az ironing bow. Ott. Ezzel semmit. Akkor... Halakat akartam volna kirakni, hogy lássam, hogy akkor mennyi van. Volt a 90-ből. A életerő az most valahogy így csökkent. Mi baj nincsen. Ha nektek van itt problémátok. Nem vagytok sokat, nem esztek sokat. Jó van, srácok, szerintem... vége van a évnek. Akkor szerintem itt abba is hagyom már, látom a szállingoztok el. Nem hiszem, hogy olyan rossz ez a játék, mint amilyennek gondoltam az elején, így hogy ugye telik az idő, egyre jobban unlockolnak a dolgok, és mindent lehet majd csinálni, úgyhogy szerintem ezt fogom folytatni legközelebb is. Akár holnap is a talk show után. Ugye Dyson van kiírva, de akkor azt majd megcserélem erre. Ennek a videó, ennek a felvétele föl fog kerülni a YouTube-ra, vissza lehet nézni és ismerkedni a játékkal. Mondom, szerintem jelen pillanatban a 27 euró talán sok érte elsőre. 27 euróért lehet venni akár a Factoriót is például, ha valakinek nincs meg, de egy leáradás követően szerintem ez egy jó vétel lehet majd. Úgyhogy mindenképpen vissza fogok térni erre a játékra. És akkor, ahogy említettem az előbb, holnap 8 órától Retro Talk Show megint csak Szivarral és Sallerral. Készülünk nagyon, nagyon intenzíven, úgyhogy gyertek vissza holnap is, este 8-tól. A 94-ben készült játékokra fogunk beszélni, lehet, hogy átjönünk a 95-be is, majd meglátjuk. Mindenképpen gyertek akkor is. Illetve vasárnap is nyomtam egy streamet, ugye most a hét elején nem voltak, vasárnap 7-től. Hiszem, hogy oda is talán Dyson-t írtam, hogy meg kell néznem, arra nem emlékszem. Úgyhogy én mára köszönöm mindenkinek a figyelmet, szép éjszakát, sziasztok, hello!